Sziasztok srácok, illetve lányok, üdvözlök mindenkit! Én Patrik vagyok, és itt legyünk egy újabb Mansiumenes videóban. Olvasgattam a kommenteket, és nagyon szépen köszönöm, tényleg rengeteg komment érkezett az elmúlt kettő videóhoz. Értelhetek, hogy legyenek még videók, csináljak még videókat. Úgyhogy arra a döntést jutottam, hogy rátok hagyatkozok, mint nézőkre, mint kommentelőkre, hogy ti milyen tartalmakat szeretnétek látni a játékkal kapcsolatban. Ettől függetlenül lesznek olyan videók is, amik az én ötleteim szerint fognak elkészülni. De most ez a videó egész pontosan egy kommentelő miatt jön -e létre, ugyanis ez a bizonyos kommentelő megkérdezte, hogy mi a helyzet a vibe illetve milyen idő közönként lesz, úgyhogy ide be is vágom most nektek ezt a bizonyos kommentelőt, úgyhogy nagyon szépen köszönöm neked a kommentet, ez alapján tudok most csinálni egy videót, úgyhogy köszi szépen. Mik azok a szezonok? Minden szervernek van egy játék témája, amit szezonális forgatókönyvnek hívunk. Ezek különböző célokat és játékmeneti mechanikákat kínálnak, és új területeket, sztorikat hoznak a játékba. A szezon végén választhat, hogy új forgatókönyvbe kezdesz, vagy folytatod a meglévőt. Mi inspirálta a szezonokat? A játék fejlesztői konkrétan ezt mondják. Szeretnénk változatosabb élményeket nyújtani, hogy mindenki megtalálja a kedvenc stílusát a játékban. A következő kérdés pedig szerintem mindenki számára nagyon fontos. Elvesznek az eddigi eredményeim az új szezonban? Nem. Az eddigi fontos cuccaid, pénzed, tervrajzaid és barátaid megmaradnak. Az elevető előforrások részben átvihetők, de a karaktered új szinten kezd, és térkép felfedezése újraindul. Most akkor térjünk is hát pontosan azokra, hogy mik azok, amiket te magadnál tartasz, tehát megmarad. Ezt majd le fogom tenni nektek a komment szekcióba egy ilyen konkrét listát, hogy hivatalosan mit erősítettek meg a fejlesztők azzal a kapcsolatban, hogy mi marad nálatok, illetve még maradnak meg a következő szízorrezetig. Miért tartanak 6 hétig a szezonok? És a fejlesztők hivatalosan azt jelentették ki, a mostani két forgatókönyv 6 hetes, na jövőben lehetnek hosszabbak, rövidebbek, vagy akár állandóak is. Most is akkor térjünk is át arra, hogy szerintünk mi mit szeretnénk igazság szerint a játékban, vagy mik lennének így az elvárásink, miknek örülnénk, hogyha bekerülne a játékba. És az fontos egyébként figyelembe menni, hogy a listában, amiket említünk, már egyébként van, ami terben van, de azért elmondom, hiszen szerintem ezek mindenképpen feldobnák a játékot, és én személy szerint, illetve a haverom mindenféleképpen örülnék neki, hogyha hasonló kontentek jönnének a játékban. Szóval kezdjük is akkor a legelsővel. Új fegyverek, új gírek. Most, mint azt tudjátok, a játék fő szempontja igazából az, hogy folyamatosan Old, az újabbnál újabb fegyvereket, gíreket, ugye tír 1, tír 2, tír 3, tír 4, tír 5, és ahogy szintezel, ugye úgy egyre nagyobb tíreket kraftolsz jelenleg a játékban, a max tír az az 5-ös, remélhetőleg ezt majd tovább viszik, illetve újabb ruha, gír, fegyvereket kapunk a játék során, hogy mindenki megtalálja a magának megfelelőt, illetőlegesen legyen mit kraftolni, farmolni a játék során. A következő az új területek, ennemik boszok. Nos, ezt a fejlesztők már hivatalosan is bejelentették egyébként, hogy az újabb seasonnél, tehát ugye nagyon sokan azt hiszitek, hogy az újabb seasonnél egy teljesen új mappot kapunk, ez nem igaz. Igazság szerint megkapjuk az előző pályát, ami kisebb, nagyobb változtatásokkal fog egyébként érvénybe lépni. Ez azt jelenti, hogy lesznek új feloldandó területek, új fightok, -ok, új küldetések. Azt, hogy a későbbiekből, amikor ez a teljes pálya egyébként már több rezetemmel járt, lehetséges, hogy lesz -e új map, vagy nem, ezt nem tudom. Itt biztos fixen tudok, hogy lesznek tájabővítések. Ami viszont mindenképpen jól jönne, az egy jobb tutoriál, új skinek, új skinek, illetőlegesen kosztümök, amik egyébként mai napig folyamatosan érkeznek a játékba, tehát ez igazából már nem releváns. Illetve bejelentették azt is a fejlesztők, hogy erősebb szerverek fognak érkezni a játékhoz. Úgyhogy srácok, lányok, nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Ha tetszett ez a videó, mindenképpen dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra, még nem tettétek meg, illetve ne felejtsétek el, a leírásban megtaláljátok a Discord szerveremet, ahol tudtok velem beszélgetni, tudtok velem játszani, illetve ha egyéb kérdésetek van, nyugodtan tegyétek fel. Ha úgy van, akkor mások segítenek, ha pedig úgy van, akkor én. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Ha bármi kérdésetek van, nyugodtan tegyétek le a komment és nagyon szépen köszönöm a videó ötletet nektek. Sziasztok!